Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 11. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban a március 15-i ünnepségről készített felvételünket láthatják. Tartsanak velünk! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetére a márciusi ifjakra emlékeztek országszerte március 15-én. Felsőzsolcán az ünneplők koszorúkat helyeztek el a Hősök terén álló emlékmű talapzatánál. Az ünnepi megemlékezésen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondott beszédet. A zsolcai eseményekről készült felvételünket láthatják. Legyen béke, szabadság és egyetértés! A híres 12 pont első sorában megfogalmazott nemzeti kívánsággal köszöntök minden kedves megjelentet március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségünkön. Kérem, közösen énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalom költőjének emblematikus versét Hodya Zsolt képviselő úr
a Szent István Katolikus Általános Iskola tanára mondta el. Köszöntöm Felső Zsolcán, városi megemlékezésünkön Csöbör Katalin képviselőasszonyt, és felkérem, tartsa meg ünnepi beszédét. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők, kedves Felső Zsolcaiak, köszöntöm Önöket a magyar történelem legnagyobb forradalmának 168. évfordulóján, legnagyobb nemzeti ünnepünk napján. 1848. március 15-e, a mindennapok felől nézve tulajdonképpen egy ugyanolyan esős, tavaszi napnak indult, mint amelyet már több százat vagy több ezret is megéltünk az életünkben. Azonban 1848. március 15-én, 24 óra eltelte után, olyan sorsdöntő esemény sorozaton voltunk túl, amelyek az újkori történelmünkben egyedülállóvá tették. Egyedülállóvá teszik ezt a mai napot. Ilyenkor minden magyar büszkén kitűzi a magyar kokárdát, jó esetben már pár nappal előre előkészítve. És ilyenkor meghatódva, felemelt fejjel, kicsit pátosszal teli jövünk ünnepelni azt a valamit, ami nekünk mindennél fontosabb. És azok, akik nem akarunk eltűnni a minket körülvevő népek tengerében, és nem akarunk eltűnni a távolról érkező népek tengerében. Hölgyeim és uraim, március 15-én a magyar szabadságot és a magyar függetlenséget ünnepeljük, és ünnepli minden magyar, nemtől, kortól, felekezettől és párthovatartozás nélkül. Függetlenség és szabadság, ezek a létünk alapjai, az életünk vezércsillagai, aminélkül egy magyar sem tudna élni, vagy aki tudna is, az biztosan gyarmatsorban szenvedne, sínylődne. Magyar szabadság, magyar haza. Ezek mind-mind olyan fogalmak, amelyekre nem gondolunk folyton, sőt, fölösleges, idejét múlt a dolognak tartjuk, ám ha hiányzik, vagy ha veszélyben van, akkor folyton rájuk gondolunk. Ez így volt 1945 és 90 között, amikor nem volt meg a szabadságunk. Nem volt meg, mert idegen hadsereg parancsai alatt álltunk. Mindent meg is tettünk azért, hogy kivívjuk a szabadságunkat. És így 26 év elteltével ismét megvan a szabadságunk, de bármilyen hihetetlen is, úgy érezzük, hogy a függetlenségünk veszélyben van. A bőrünkön érezzük, hogy a történelemnek nincsen vége. Minden magyar embernek, minden épeszű magyar embernek éreznie kellene, hogy a függetlenségünk veszélyben van. Az elmúlt év esemény sorozatait végigélve, így március 15-én, úgy gondolom, hogy minden túlzás nélkül új töltéssel gazdagodik a költő máig is érvényes szava. Talpra magyar, híja haza! Ugyan nem kell most mindannyiunknak fegyvert fognunk, de azért a határainkat megint katonáknak kell védeni. A hazánkat védik katonák, és amikor a határainkat védjük, akkor a hazánkat védjük. És amikor a hazánkat védjük, akkor a magyar létet védjük, a gyermekeink jövőjét védjük, akármilyen patetikusan is hangzik. A magyar lét van veszélyben, hölgyeim és uraim, mert a világon eluralkodó gazdasági számító gondolkodás elfedi, mert el akarja fedni a lényeget. Az utolsó, vagy az utóbbi évtizedek változásai, amelyek leginkább a liberális, globális
és kizárólagosan gazdasági gondolkodás, ami a világra és Magyarországra kényszerített, oda vezetett, hogy teljesen más kultúrájú, más erkölcsű népek törik át a határainkat, lepik el a köztereinket, az európai és magyar törvényeket semmibe véve. Ezek az emberek világosan kinyilvánították, nem tudnak, nem is akarnak európaivá válni. Sőt, mi fogunk olyanokká válni, mint ők. Mi ez, ha nem hódítás? Mi ez, ha nem egy legújabb kori fegyvertelen hódító háború? Hölgyeim és uraim, úgy tűnik, hogy a 21. század első harmada a népvándorlás kora lesz. Ideje végre felébredni, ideje végre szembenézni a valósággal, és ideje végre elkezdeni gondolkodni. Ezért nagyon fontos március 15-e. A fiatal költők, a fiatal írók szava és a márciusi ifjak tette, amikor félreverték a harangot, és azt kiáltották, hogy talpra magyar, híja haza. A veszélyt mindig pontosan felismerő magyaroknak és a közép-kelet-európaiaknak fel kell rázniuk Nyugat-Európát és az európai vezetőket. Meg kell nekik mutatni, és fel kell ébreszteniük arra, hogy a népvándorlás a történelemben sohasem történt békésen. Ezek az óriási méretű tömegek, életteret kereső tömegek, teljesen idegen kultúrájú emberek. Ilyen számban képtelenek integrálódni. Mi fogunk olyanná válni, mint ők. Ezt nem hagyhatjuk. Ez Európa vesztét, és benne Magyarország vesztét jelenteni. Eltűnnek az európai nyelvek, eltűnhetnek a kultúrák, eltűnhet a magyar nyelv, és teljesen mást jelentene majd. Lehet, hogy a liberálisok azt mondják, hogy na és, hát ők is emberek. Ők voltak az erősebbek. De engedtessék meg, hogy mi küzdjünk ez ellen. Ezért fontos, mit mondom, a mai ünnep és a költő szava. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Hiszen Európát meg lehet védeni, és meg is kell védenünk. Nem hagyhatjuk, hogy Európa megadja magát teljesen más és idegen kultúrája, valljuk meg őszintén talán számunkra visszataszító erkölcsű kultúrájú embereknek. Nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy Európa erre a sorsra kárhoztassa magát. Egyben azonban biztos vagyok, hogy mi magyarok, mint bármikor máskor a történelemben küzdeni fogunk a megmaradásért az utolsó leheletünkig. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők, Petőfi naplójából az eseményeket összefoglaló 15 sort mindannyian pontosan ismerjük, a Pilvax-tól Táncsicsig, mint ahogy minden kisiskolása mai napig megtanulja a nemzeti dalt és a 12 pontot. Azonban március 15-én, hajnali 17:30-kor a Pilvax kávéháztól a márciusi ifjak nem pont akkor, és ott döntötték el, hogy forradalmat csinálunk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá felső zsolcaiak! Köszönöm a figyelmet! Sírt az anyám, mikor reggel felkeltem, de még jobban, mikor reggrúdta lettem. Ne sírj anyám, szép a magyar reggrúdta, földig ér a nemzeti szív szavagja. Bimbó voltam, mikor én megszülettem, rózsa voltam, mikor katona lettem, kinyílódtam a babám ablakába, elhervadok a tüdér laktanyába. Kinyílódtam a babám ablakába,
elhervadok a tüdér laktanyába. Széles az utca, a piac utca, közepén notára lép a század. Csörgős puskája, francos ruhája, szuronya van a magyar huszárnak. Vágya a lépést, üti szaporán, nézi az ablakán a szőke barna lány. Széles az utca, a piac utca, közepén notára lép a század. Vágya a lépést, üti szaporán, nézi az ablakán a szőke barna lány. Széles az utca, a piac utca, közepén notára lép a század. Huszáros a vágatom a hajamat, Felső Zsoltán gyengelik a lómamat. Szél a szalma porcióba van belepakolva, adj egy csókot kis angyalom az útra. Csókot adni a huszárnak nem mered, mert a huszár nem igaz szívből szeret. Ha a huszár igaz szívből szeretne, szeretne, maga elé a gyerekbe ültetne. Ha a huszár igaz szívből szeretne, szeretne, maga elé a gyerekbe ültetne. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncol aló, te meg leesel róla. Majd ha egyszer én ülök a sejhaj a gyerekbe, táncolhat velem a csillagos égbe. Majd ha egyszer én ülök a sejhaj a gyerekbe, táncolhat velem a csillagos égbe. Kossuth Lola megérdemli az avot, kétszer járta körül Magyarországot. Ha még egyszer körül járhatta volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Ha még egyszer körül járhatta volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Kossuth Lajos, ha felvettél huszárnak, lovat is adj, hogy én gyalog ne járjak. Adj jó lovat, lóra való szerszámot, hogy kerüljem körül Magyarországot. Adj jó lovat, lóra való szerszámot, hogy kerüljem körül Magyarországot. A Rozmaring népdalkör és a Felső Zsolcai férfi népdalkör huszárnótákat énekelt karvezető Orosz Gábor. Felkérem az intézmények és szervezetek képviselőit, helyezzék el a megemlékezés virágait és koszorúit. Oh,
elborulnak, és áldó imádság mellett. Mondják el szent neveket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére hűsfuvallat lengyját napunk, Márciusnak igusán vagyunk. Visszatér egy szellem akkoron, átsuhan vén pesti partokon. Hűsfuvallat lengyját a tájt, átérezzük ott mindent, ami fájt. Magyaroknak sorsa mit hozott, közben mennyi álmunk megkopott. Talpra magyar, zengnek a szavak, vízhangzanak az ősi falak, hol egykor régen Petőfi szavalt, újra halljuk a nemzeti dalt. Az ő szellem még szívünkben él, mert a magyar mindig hisz, remél. Lobog zászlónk, talpra áll-e nép, új, és lesz jövünk, ami újra szép. Ne tűrjük el soha rabigát, úgy szeressük a magyar hazát. Talpra magyar, suttogja a szél. Van új tavasz, és van új remény. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Ismét magyar lett a magyar, mert ekkorig nem volt az. Hogy is lett volna? Szolga volt, s nem magyar, aki szolga. A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. A víz nem oldhatja el. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt, mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honért.
Az orvosi egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a 12 pontot, és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztók föl zajunkkal, nagy álmából a hazát. A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem. Nem ismerünk többé semmi cenzort, el egyenesen a nyomdába. Mindjárt beleegyeztek, és követtek. Tetre, ifjak! Tetre végre! Verjük le a lakatot, mit sajtunkra, e szentségre, istentelen kéz rakott. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. Ismét magyar lett a magyar. A síkra állt vitézül, és a világ, a nagy világ, csodákat látni készül. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörése a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyalt, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen ilyet arcot sem láttam. Ezren és ezren valánk, s minden arcon, minden szemben rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Magyar történet múzsája, vésőt soká nyugodott. Vedd föl azt, s örök tábládra, vésd föl ezt a nagy napot. Fessétek bár sötétre a jövőt, mondjátok, hogy már torkunkon a kés. Beszéljetek közelgő hosszú gyászról, mély süllyedésről, biztos pusztulásról. Engem nem ejt meg gyáva csüggedés. Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Többet kiküzdött és kiszenvedett, hiszen vértenger, temető a múlt, vetettek rá halálos szolgaságot, írtották szörnyen. Ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Ki a saját pártos dühét kiálta, annak nem árthat többé idegen, hányszor harsogták kár örömmel. Vége! S csak arra szolgált minden veresége, hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy élj, mert bár hibát sok, s bűnöd sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette reád, s melyért az Isten mindent megbocsát, hogy a szabadság leghűbb véde vagy. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog, ha minden nemzet fásultan lemond, s a szentrajongás mindenütt kiég, s a büszke jognak minden vára megdől. A te szabadság szerető szívedtől új lángra gyullad Európa még, ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar
örökre élni fog. Bízom, s hiszek, még Isten lesz fölöttünk, ki trónusán bírói széket ül, és hogyha minden búra, bajra válik, romok között is hirdetem halálig, erős nagy hittel, rendületlenül. Legyen bár sorsunk még oly mostoha. Él a magyar, s nem veszhet el soha. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékező irodalmi összeállítás közreműködői voltak Danyluk Anna, Erdősi Dániel, Hogya Boglárka, Nagy Dorottya, Kramcsák Jánosné. Ünnepségünk végén valamennyi közreműködőnek köszönöm a szerepvállalást, képviselőasszonynak az ünnepi beszédet, önöknek a megtisztelő jelenlétet. Kramcsák Enikő festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Bárcai Kastélyban. A fiatal művész dolgozott a Miskolci Nemzeti Színházban, jelenleg Hollandiában él és alkot. A tárlat május 31-éig tekinthető meg. Ének sötétjén egy űzött vad bujkál, vonszolva terhét, terhét a bűnt. Isten a tanúm, hogy amíg csak él, űzöm, hajszolom őt, űzöm, hajszolom én. Cinkos a bár minden árny, de nem rejtőzhet már soká, hisz mindaz, ki így él, bűnhődik végül, útjuk nincs tovább. Rájuk az vár, mi Lucifere vár, a tűz, a láng, fény. Hűvös, tiszta fény, milliárd csillag, virrasztó örség, a rend és a fény, ő bennük testesül, a végtelen ég, éj őrjáratán, most és örökkön át. Útjuk a megszabott út, céljuk az elrendelt cél, ez évszakról évszakra így lesz mindig,
még csak nap lesz és éj. S hajt lehull, így emészti el a tűz alá. Igazság a bűnön vett szabadságért a bűn, az túl nagy ár. Nem nyugszom többé, nincs addig békém, még nincs rajta lánc. Halljátok csillagok, ő lát, esküm él, csillagfény vezes át. A városa nevében, itt a Úrvon falak között a Váci kastélyban, Kramcsák Enikő festőművész kiállításának a megnyitóján. Én Német Csaba vagyok, a Zsolta TV igazgató igazgatója, és talán felmerül a kérdés, hogy miért pont én nyitom meg ezt a kiállítást. Ennek egyszerű oka van, tanakodtak itt a kiállítás szervezőm, hogy ki ismeri a legjobban, és ki emlékszik talán legjobban Enikőre, és legutoljára én készítettem vele interjút, úgyhogy már itt vannak olyan tanárai is, akik talán fiatal korában ugye látták bontakozó tehetségét, de mostani életútjához talán én tudok a legtöbbet hozzátenni. Remélem, hogy így lesz. Megmondom őszintén, hogy én mindig irigykedtem a művészekre. Egy dolgot irigylek tőlük, az az örök megújulásnak a képessége és a lehetősége. Tudnék, ugye egy művésznek egész életében mindig valami újat kell mutatni és újat kell produkálnia. Tehát ezért nincs két Ádám szobrunk, ezért nincs két Mona Lisánk, és ezért nincs két teremtés festményünk, mert hát művészek mindig valami újat akartak mutatni. És a mai világunkban azért én mindig azt mondom, hogy a probléma az a másként se gondolkodókkal van. Nem a másként gondolkodókkal van a probléma, hanem a másként se gondolkodókkal. És ezt miért mondom? Ugye 1880-as évek végén Párizs 18. kerületében egy kacskaringós kis utcában sok-sok művészlélek gyűlt össze. Ma úgy ismerik ezt az utcát, hogy a Montmartre. És hogyha ők nem gondolkodtak volna másképp, nem látták volna másképp, és nem akarták volna láttatni másképp a világot, akkor ma szegényebb lenne a képzőművészet, a zene, és sok-sok minden más. Ezért mondom, hogy a másként sem gondolkodókat én mindig kicsit félek tőlük, és a másként gondolkodókkal tudok mindig együtt érezni, és együtt mozogni. És hát ugye a Montmartre-ról ugye megfordult ott sok bolond, félbolond, vagy talán egészen az ripacs és hát csendesen önmegvalósító ember is. És hát néhányukat közülük ma úgy emlegetjük, hogy Dali, Van Gogh vagy Cézanne. Persze nem mindenkiből lett ott sem a Encyclopædia Britannicában szócik, vagy a Wikipédiában szócik, de hát nyilvánvalóan a művésznek az a célja, hogy megmutatkozzon. És ugye, hogy a madár is ugye tavasz van, a madár is úgy tanul meg repülni, hogy azért néha kiesik a kalitkából, és, vagy a fészekből, és a földre esik, és később jön rá arra, hogy hogyan kell szárnyalnia. Azt hiszem, így van vele egy fiatal művész is. Kirepült a kalitkából, a családi fészekből, Enikő, kirepült a szülőföldről, a szülőfaluból, és majd idegen országban szányra kapott. Volt egy pályázat, egy Van Gogh pályázat, ahol megtalálta önmagát. Én ahogy figyeltem a munkáját, láttam, hogy ugye jön a weboldal, Facebookon megjelentek képei, aztán jött a webshop, egyebek, és láttam azt, hogy úgy kezdi megtalálni saját magát.
ez a kiállítás, ne higgyék, hogy tehát ez nem egy retrospektív kiállítás. Ez egy fiatal művésznek a, mondjuk nem az első kiállítása, hanem a második kiállítása. Egy kiállítása egy fiatal művésznek, egy fiatal művészi irányzatnak a megmutatkozása. És én hiszem azt, hogy leszel még Wikipédia szócik, és látunk majd még sok minden mást is. Tehát nem csak ezt. És én arra kérem önöket, hogy ugye, munkámból kifolyólag ugye, újságíró vagyok, volt az életemnek egy jelentékeny időszaka, amikor hát mondjuk úgy, hogy Balassagyarmattól Salgótarjánig, Aktelektől Mezőkövesdig hetente legalább egy kiállítás megnyitón részt vettem. És hát részint a fásultságból, részint másokból kifolyólag előszeretettel mentem be én is ott a leghátsó sorokban mindig a megnyitókon, és az azért jó a hátsó sorban állni, mert még elől megy a vaker, addig az ember a kortárs művészetet őszintén tudja hátul szidni, meg fikázni. Fikázni itt is lehet, elől is, hátul is. Egy dolgot ne tessenek elfelejteni. Ugye nagyapáink fikázták a Beatles-t, apáink arra táncoltak. Mi fikázzuk Justin Bieber-t, és a petróleum lámpára bulisztunk, tehát azért az is ciki volt, nem? Tehát az embernek az újjal való találkozása az mindig egy kis távolságtartást hoz az életbe. És ez normális dolog. És ezért én arra kérem most önöket, hogy ugye van az a mondás, hogy a könny a szemből indul, de a szívből fakad, az arcon gördül le, de a lélekbe hatol. Így tessenek nézni ezt a kiállítást is. Itt van ez a 21 néhány kép. Menjenek közel hozzá. Menjenek közel hozzá, vagy álljanak meg egy karnyújtásnyi távolságra, vagy 2-3 méterre, és nézzék a képeket. Nézzék meg az ecsetvonásokat, a színeket, a formavilágot, mert nézzék a szemükkel, hagyják, hogy mosolycsaljon az arcukra, dobogtassa meg a szívüket, és érezzék a lelkükkel azt a harmóniát, amit Enikő ajándékként ad önöknek. Mert Enikő rendelkezik ezzel. Megadja neki ezt a családi háttér, a szülők, a testvérek, a szerelem, és az a alkotói közösség, és az az alkotói millió, ahol ma él, választott hazájában, és ahol magyarként alkot. A boldogságot, a láttatásnak a képességét ő ajándékként kapta. És ezt az ajándékot adja át önöknek. Ecsettel, színekkel, alakzatokkal, formavilággal és érzéssel. Így nézzék tehát ezt a 21 néhány képet, amit itt a kiállításon találnak. És amikor jöttem be ide, akkor kihallgattam itt egy-két beszélgetést, már bocsánat, de hát ugye hangosan beszélt itt mindenki, és hallottam egy ilyen mondatot, hogy saját hazájában senki sem lehet proféta. És bocsánat, nyilván felismeri azt, aki ezt mondta, ez egy populista demagógia. Ez azért az, mert a művészet ott van otthon, ahol igény van rá, ahol közönsége van, ahol szeretettel fogadják. És mi most legyünk büszkék, ahogy Enikő büszke arra, hogy itt a szülővárosában van ez az itthon otthon, és fogadják szeretettel a kiállítását. 20 képet hoztam ide Zsolcára, Felső Zsolcára. Többségük még Budapesten készült, de már a fele Antwerpenben, ahol élek, Belgiumban. Igen, ez némelyik kép pedig három városban is, ez egy hosszabb folyamat, mikor, hogy sikerül. Imádom a színeket kombinálni, legfőképpen akvarellel dolgozok, illetve van egy speciális anyag, ez a füstfólia, amit én nagyon szeretek használni, ez a vizes bázisú akvarellhez, pont azért, mert jó kontrasztot adnak egymással, és talán úgy tudnám fogalmazni, hogy az akvarell jelképezi a érzelmi világomat, a lágyság és a spontaneitás, viszont a füstfólia pedig adja azt a csillogást, azt a belső fényt, szeretetet, amit szeretnék sugározni, illetve a drámaiságot, hogyha így
külsőleg nézi az ember, akkor ad egy úgymond kicsit meghökkentő hatást. Egy számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Mert létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom. Hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz. El kell mennünk mindörökre, fényi távolság. Csak hallgatom, csak bámulom, szengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézed tisztaságát, sem érted, hallom hangjait. Amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, s tiszta fénybe merülni. De a hang, ami hív, de a jel, ami szól, már nem mond semmit, meddig élek, s lesz-e út, hogy visszatérjek. Fényév távolság, csak hallgatom, csak bámulom, szengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, még sem értem, hallom hangjait, de tenger, itt az én hajóm. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Hát nagyon fontosnak tartom kiemelni a szerelem érzését, illetve amit ez a szerelem ad, a biztonság és elfogadás érzése. Ez az, amit mindig is kerestem, és úgymond a párom mellett ezt megtaláltam, és ez olyan energiát ad, ami még több festményben tud megnyilvánulni, és még összetettebb képekben. De természetesen, ha azt kérdezed, milyen inspirációk, akkor legfőképpen egy kávéházi hangulat, vagy egy megkapó tájkép, és leginkább a naplemente, illetve a napfelkelte, tehát a napnak a ragyogása. Egy arc, mit egyszer kell, hogy láss, és a szem, mit láttam már valahol. Kék, és olyan szép, és a száj, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát nekem ennyi év elég. Te biztosan látod. Jégből vagyok,
talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, olvaszt fel jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, ha valami fáj, nem érzem régen már. És ez a láz csak álmomban égett át. És az arc tud meg, hogy tiéd. Hív, nekem ennyi elég. A száj, mi most más szívéhez szól. Tiéd volt az arc, tudom most már jól. És azóta... Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, olvaszd fel jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, olvaszd fel jég szívemet. Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 11. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújságoldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcetv.hu. Kövessék munkánkat a Facebookon, töltsék le mobil alkalmazásunkat is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!